Bár a Covid idején még többen fedezték fel a természet szépségeit, a Keszthelyi hegység korábban is népszerű volt a túrázók körében. Ez a Balaton közelségének is köszönhető. Több tanösvényt járhatnak be a barangolók, és kilátókat fedezhetnek fel. Ez a boroszlán tanösvénynek az első információs táblája, ami a táblán is szerepel a cseres tölgyeseket a környezetben, környéken jellemző erdőtípus mutatja be. Az információs táblákat nemrég újították fel időjárás állóbb verzióra a Bakonyerdő ZRT munkatársai. Kicserélték a korhadó részeket, a táblák lábait akácfára váltották le. A tetőhéjazat is jobban ellenáll az időjárásnak. A túra útvonalak felújítását és karbantartását folyamatosan végzik. Ezeknek a beruházásoknak az egyik fő időszaka az a 2014-15-ös évek voltak. Ekkor többek között a Keszthelyi erdészetnél 4 kilátót, 2 tanösvényt is létesítettünk. A mostani időszakban a feladatunk elsősorban az, hogy ezeknek a megvalósult beruházásoknak az állag megóvását, karbantartását elvégezzük, hogy ne menjenek tönkre, hosszú időn át élvezhessék a kirándulók. A tanösvények mellett a kilátókat is sorra újítják fel. A Bél-Mátyás kilátó festése is elkészült már, a Bacsányi kilátónál még dolgoznak a szakemberek. A festést itt is befejezték, most a tetejét javítják. Az erdészek önerőből finanszírozzák a karbantartási munkákat, ezekre ugyanis nem lehet pályázni. Ez nagyságrendben egy olyan 200 millió forint összeget jelent, ahol mi is küzdünk a vállalkozói kapacitások nehézségével, nehezen találunk ezekre a speciális feladatokra vállalkozókat, magasak a díjak, de hát felelősségünk ebben a környezetben ezeket megőrizni, és olyan szolgáltatást nyújtani az erdőlátogatóinak, hogy mindenki szabadon élvezhesse ezt a csodálatos panorámát, amivel itt rendelkezünk. A látogató számokon is látszik, hogy ezek kedvelt helyszínek. A felújított Festetics kilátót idén márciusban adták át, azóta 13 ezeren látogatták. A Bacsányinál már 14 ezer látogató volt ebben az évben. A Bakonyerdő ZRT munkatársai folytatják a munkát. A már megvalósult játékelemeket is szeretnék bővíteni. Terveikben szerepel, hogy a főbb helyszíneket hálózatba kapcsolják, hogy akár kerékpárral is megközelíthetőek legyenek.